Időről időre lehetőséget biztosítunk azoknak a kórusoknak, művészeti csoportoknak, amelyek egyházzenével foglalkoznak, hogy találkozzanak, és hogy megmutassák, amit a próbák során elsajátítanak. Ezek az alkalmak, ezek mindannyiunk számára emiatt nagyon értékesek. Ez a mai alkalom pedig azért is, mert a szlovák kötődésű vagy szlovák kórusok mellett német és lengyel kórust is vendégül láthatunk. Ez egyfajta inspirációt ad a további munkához. Eredetileg 8 kórusnak kellett volna fellépnie, sajnos a Békés Csabai Evangélikus Kórus nem tudott eljönni betegség miatt, úgyhogy így 7 kórussal találkozhatunk ma. Úgy gondolom, hogy mindenkinek nagyon hiányoztak ezek az alkalmak, és ebből következik az, hogy az elmúlt hónapokban rengeteg rendezvényt szerveztek, és kihasználnak minden lehetőséget arra, hogy találkozzanak. Én bízom benne, hogy tudatos építkezéssel, tudatos munkával vissza lehet építeni azt, amit a pandémia elvett tőlünk, és talán egy picit tudatosítjuk is magunkban azt, hogy milyen érték az, hogy találkozhatunk, hogy együtt tölthetjük az időt, hogy kulturális csoportokban fiatalabbak, tánccsoportokban idősebbek pedig általában énekkarokban találkozhatnak. Azt hiszem, ez a mai kórus találkozó kifejezi mindazt, amiért érdemes ebben az országban élni. Több nyelven németek, lengyelek, szlovákok jöttek össze azért, hogy ökumenikus kórus találkozót tartsanak, hogy ugyanazt az Istent szolgálva, dicsérve, különböző nyelveken, ugyanarról a hagyományról énekeljenek, amiben benne élünk, ugyanarról a keresztény kultúráról, és egymást tiszteletben tartva, egymást segítve erősítsük a hagyományokat. Azt hiszem, minden ilyen esemény fontos, hiszen megvéd bennünket attól a világba zajtó globalista folyamattól, ami össze akar mosni mindent, de nem szabad elveszítenünk az örökségünket. Szerintem a legfontosabb az, hogy azok az élő hagyományok, és hallhattuk az énekeket, láthattuk a lelkesedést, ezek a kórusok, amatőr kórusok a saját idejüket áldozzák rá, hogy mennyire fontos az, hogy amit az őseinktől, a szüleinktől, nagyszüleinktől hallottunk, azt tovább tudjuk adni a következő generációknak.